Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly Videótól ismét. A mai epizódban a lutokkal fogunk foglalkozni, és elmagyarázom, hogy egyrészt, hogy mire is szolgálnak a lutok, hogyan használjuk őket. Mutatok egy-két példát, és majd a videó alatt ott lesznek a letöltési linkek, ahonnan ingyenes lutokat tudtok letölteni. És még beszélek egy kicsit ebben a videóban a proxizásról is, ami gyakorlatilag minden programban megtalálható, általában minden komolyabb vágóprogramban, ahogy a Vegasban is. Én természetesen szokás szerint a Vegasban fogom bemutatni nektek, hogy hogyan kell proxizni, úgyhogy ilyen érdekességek lesznek ma. Gyertek velem! Először is tisztázzuk, hogy mi is az a loot. Az a, ugye az angol lookup table szavakból képződött, és eredetileg azért találták ki a lootokat, hogy bizonyos kamerák, különböző kamerák különböző képeit hasonló egy sémára hozzák, közelítsék egymáshoz. Tehát mondjuk van egy Sony kamerád és egy Canon kamerád, létezik olyan loot, ami a Canon kamerát olyan kinézetűvé alakítja a Canon kamerának a felvételét, mint a Sony kamerának a felvételét, és így sokkal könnyebb egységesen dolgozni a kétféle kamerának a felvételével. Újabban arra is használják ezeket a lootokat, hogy utómunkánál egy egyszerűbb, rövidebb megoldással érjék el a kívánt hangulatot a filmjeiknél. Beszéljünk egy kicsit a proxizásról is. Ugye ez angolban a helyettesítést jelenti. Gyakorlatilag a vágóprogramon belül azért, hogy a vágáshoz, az utómunkához megkönnyítsd a vágóprogramnak, a számítógépnek a munkáját, ezért készítesz a film snittjeidből egy lebutított, egyszerűbb, alacsonyabb felbontású verziót, amivel könnyebben dolgozik a gép, majd utána a végén lecseréled az eredeti nagy felbontású felvételekre ezeket a kis snitteket, és így végzett el a végső renderelést. Régebben ezt manuálisan kellett elvégezni egyes programokban, például a Vegasban, mert nem volt ilyen proxizása lehetősége a programon belül, most már az újabb verziókban van, majd azt is mindjárt megmutatom, hogy ez hogyan történik. Régebben ezt úgy tetted meg, hogy készítettél egy kisebb verziójú, átkonvertáltad egy kisebb verzióra az adott snitteket, majd eltetted őket egy bizonyos könyvtárba, aztán voltak a nagy felbontásos nittek, és ezeket ugyanolyan néven cserélgetted, és a program észrevette, gyakorlatilag update-elte mindig, hogy attól függően a nagy felbontású vagy a kis felbontású van a helyen, tehát így tudtál proxizni, hogy a fájlokat kellett effektíve cserélgetni ugyanolyan néven. Úgyhogy, de hát mondom, az újabb Vegas verziókban, azt hiszem talán már a 14-esben is, ha minden igaz, a 15-ös, 16-osban már biztos, hogy van ilyen, hogy konkrétan megmondod neki, hogy készítsen proxit az adott fájlból. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan. Na kérem szépen, már itt is vagyunk a Vegasban, és azt mondom, hogy megmutatom, hogy kezdem én az én kis beállításaimat. Itt ugye nyilván attól függően, hogy ki milyen projektet szerkezget éppen. Nekem most ez a 25 fps-es, 25 képkocka per másodperces full HD beállításom van. Itt gyakorlatilag nem nagyon kell semmihez nyúlni. Egyedül én ezt állítottam át legjobb minőségűre, ezt a renderelési minőséget, illetve ez az én Vegas verziómban már itt is be lehet állítani ezt a Disable Resample-t, vagyis, hogy ne nyúljon a képkockákhoz, és ne kezdjen el ott nekem maszatolni, meg ilyesmi, hanem azt majd én megmondom neki, hogy miből mit szeretnék, mert az ebből sok jó nem sül ki. Ezt egyébként érdemes az összes Vegas verzióban, régebbiekben úgy lehetett beállítani, hogy külön film snittenként jobb gombbal beállítani a Properties-be minden egyes snittnél, hogy Disable legyen a Resample. Jó, ez fontos beállítás.
A többi gyakorlatilag itt most nem lényeges. És van nekem még egy olyan kis trükköm, amit nem mondtam el eddig nektek, hogy gyakorlatilag még mielőtt behúzom a snitteket a Vegasba, tehát még mielőtt elkezdek itt nagy óriás snittekkel dolgozni, fogom magam, és van egy ilyen kis szeletelő program, ez a Boilsoft Video Cutter, ami azt csinálja, hogy gyakorlatilag veszteségmentesen feldarabolja az adott film snitteket. Tehát fogom, megkeresem, hogy a bénázásomból melyik lesz a hasznos rész, és mondjuk azt mondom, hogy innen indul, és jó, ennyit van, nem akarok. Mondjuk eddig puty. És ezt akkor kivágjuk ide. Fölkerült, és azt mondja, hogy hova fog kerülni, de ugyanabban a könyvtárban, igen, és ezt most le is lehet állítani, és akkor megcsinálja, hogy kivágja azt a kis szeletet a nagy filmből, tehát nem egy ilyen ormótlan állatfilmmel kell ezt most be is zárom itt dolgoznom, hanem csak egy kis szelettel. Már is megkönnyebbült a Vegas, ami egyébként is hajlamos arra, hogy összecsinálja magát. A következő történet pedig most ugye nem feltétlenül követem itt a kronológiai sorrendet az előzeteshez képest, hanem itt rögtön a proxizással kezdjük, ami a Vegasnak ebben a verziójában, ez a 16-os verzió, már egy olyan egyszerű történet, hogy azt mondom, hogy jobb gomb, és Create Video Proxy. Pak! És ő hip-hop, ugye itt gép erőtől függően bizonyos idő alatt elvégzi a proxy legyártását, vagyis egy gyengített minőségű felvételt duplikál ebből a kis filmünkből, és ő a timeline-on, hogyha ezeket behaigáljuk ide, hoppá, ő már azt fogja használni, és ezért elvileg, hogyha én azt mondom itt neki, hogy ugye így be lehet állítani, hogy milyen minőségben játssza le ezt a kis ablakban ezt a felvételt, amit most éppen itt vágdosok. Ugye általában én ezt hogyha ilyen durvább felvételek van a beállítva, preview autómódra állítom, és akkor simán folyamatosan játssza szépen itt a felvételt, látszik is, hogy pörögnek a képkockák. De mivel ezt a proxit legyártottam vele az előbb, azt mondom, hogy itt a best full felbontás, full minőség, és tessék, szépen gyakorlatilag akadásmentesen mendegél. Na, ezért jó a proxizgatás, amit ugye régen, ahogy talán említettem is, hogy régen ugye ezt manuálisan kellett megoldani, hogy legyártani a picike file verziót, és azt cserélgetni, úgyhogy a gépet megbutítjuk. A programot, mert gyakorlatilag átvertük vele, mert ő azt hitte, hogy ez még mindig ugyanaz a fájl, pedig egy gyengített verzió, és ezt cserélgettük attól függően, hogy most vágni szeretnénk, vagy végső renderelésre kerül a sor. Na kérem! Következő lépcsőfok, ugye itt van a kis snittünk, azt mondom, hogy most a loot részre térnék rá, ugye ez most egy ilyen D-színelájkos felvétel, vagyis ilyen kis lapos fakó, trutymó az egész. Ugye ilyet nem szeretnénk kiadni, mint végleges munka a kezünkből. És most eljátsszuk azt, hogy lusták vagyunk, és egy ilyen lootot fogunk ráengedni. Ez a Vegasban van egy ilyen loot filter, ebben a 16-osban, a jótom már 15-ösben is volt, előtte nem vagyok benne biztos, akkor is be lehetett hozni a lootokat, de egy kicsit trükközni kellett vele, azt szerintem a neten rálelhettek, hogy hogyan. De majd én is megnézem, hogy mi volt az. Szóval azt mondom, hogy egy ilyen loot filtert ráhajítok. Ugye itt egyelőre semmi nem történik, mert üres, még ide be kell hozni egy-két dolgot. Tehát azt mondom, hogy keressük meg. Én már csaltam itt egy kicsit, beálltam ebbe a loot könyvtárba. Ezeket fogjátok megtalálni, ezek egy részét, vagy nagy részét, vagy az összeset a videó alatt.
hogy honnan lehet ezeket az ingyenes lutokat beszerezni. Na, hívjuk be rögtön az elsőt, mi történik. Így nagyon ronda lesz, mert ez egy ilyen kis ronda lut. De hát, ha valaki homokvihart szeretne, ugye, talán a neve is egy ilyen arabika lut, akkor arra Isten király ez a lut. De azért nézzünk valami kézzelfoghatót. Hopp, ez a következő, ez meg egy kicsit atomvillanásos, de látni, hogy milyen különbség van a kettő között. Itt ez már egy másik színösszeállítás. És hát gyakorlatilag mindjárt megmutatom, ha találok egy valami épkézláb lutot. Ez mondjuk már nem olyan vészes. Mondjuk lehet, hogy én is egy picit kiégettem a felvételeket. Ez még egy kicsit lilás. Na se baj. Bemutatom ennél, hogy gyakorlatilag ennek a lutnak, ami ugye ilyenkor a gyakorlatilag a színekre és a kontrasztra, illetve a fényerő beállításra vonatkozóan, ez egy ilyen kis programcsomag, amit ráhajítasz a snittedre, és ő elvégzi a beállításokat. Ennek az erősségét is lehet állítani egy ilyen csúszkán, és látni is fogjátok, hogy így változik. Tehát ha az ember talál egy olyan lutot, ami hú, nagyon tetszik, de még nem az igazi, akkor azt egy picit még lehet kalibrálni, úgyhogy ezzel a csúszkával állítgatom. Melyik volt valami normális kinézetű dolog, talán az a chemical, nem? Nem? Hanem mondjuk a klüze. Igen. Na, és akkor ugye azon kívül, hogy itt beállítom ezt, hogy milyen erősségű legyen ez a lut, azon kívül még nyilván hozzá tudok állítgatni, hozzá felvehetek még effekteket, és külön még állíthatom a szokásos színkorrekciós dolgaimat, színgörbét, akár még élességet is tehetek rá, mert ugye az élességhez nem nyúlnak a lutok. Nekem van is egy ilyen finom kis élesítésembe elmentve ez a, ugye van itt a light, medium, strong, extreme, ezek gyári beállítások, és én csináltam egy ilyen lighter, ami még a lightnál is egy picit finomabb élesítés. Főleg azért, mert nekem a drón felvételnél a beállításomban le is van véve az élesség a felvétel beállításoknál, ahogy talán a kontraszt is és a szaturáció is, hogy majd utólag adom vissza utómunkában, úgy nekem úgy vált be, úgy jobb minőséget tudtam elérni. Jó, tehát a színgörbéknél ugyanígy, ugye, amit talán az S-görbés videómnál is elmeséltem, most itt kicsit ugrabugrálok, elszaladok ehhez a részhez, amit én szeretek látni, hogy itt a hisztogramnál hogy alakulnak a dolgok, és ugye erre egy picit még akár rá lehet rakni egy kis kontrasztot, úgyhogy a sötét részeket behúzom, a világosakat is egy kicsit kiebb tolom, és ugye ezzel a középső résszel az egész képer, vagy az egész felvételnek az össz árnyalatát állítom. Hát most nagyon, ez nem is egy kalibrált monitorom, és a szemem se a régi már, úgyhogy most hagyom így, ahogy van, mondjuk. Tehát a lutok mellett még simán belenyúkálhat az ember egy ilyen finom állítgatásokba, finom hangulásokba, sőt, némileg bele is kell nyúlni. És ahogy látjuk, egyébként itt már a proxin kívül is, vagy a proxival együtt is, egy picit azért akadozik, tehát most már azért három effektet ráengedtem erre a cuccra. Hát ennyire gyík a gépem, úgyhogy majd legyen szívetek, majd dobjatok össze egy jobb gépet nekem, jó? Kösz szépen! Addig is ilyen akadozós videók lesznek. Na hát srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ezek fértek bele a mai műsorba, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, osszátok meg, és a többi, gyertek máskor is.
jó repülést mindenkinek, és kellemes utómunkát. Szevasztok!